Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és kedves barátaim, Németné Galló Anikó szakértő asszonyról fogunk beszélgetni, immáron sokadszor. Történetesen ugyanis ismételten lebukott, ezúttal már az eddigi adatok szerint is körülbelül 200 000 forinttal próbálta meglopni a feleket, vagy amennyiben azok esetleg költségmentességet kapnak, akkor a magyar államot. Kérem, a történet egyszerű, egy nem peres eljárásról van szó, amelyben kapcsolattartás akadályozása az ügy tárgya. Gyakorlatilag azt kellett vizsgálni, hogy anyuka miért nem tudja felkészíteni a gyereket a kapcsolattartásra. Tehát az nem volt vitatott, hogy nem adta át apukának az előírt időpontban, az sem volt vitatott, hogy apuka erről nem tehet. Egyszerűen az volt a helyzet, hogy a gyereket nem tudta felkészíteni. No, az eljáró bírósági titkár sajátos megoldást választott. Észrevette, hogy a nem peres eljárásról szóló törvény lehetővé teszi azt, hogy hivatalból, tehát a felek kérésétől függetlenül hivatalból szakértői bizonyítást rendeljen el, és ezt meg is tette. Kirendelte Németné Galló Anikó szakértőt, lényegében abból a célból, hogy mondja meg, hogy most akkor tulajdonképpen kinek róható fel, hogy a gyerek nem akart menni kapcsolattartásra. Anyuka tehet róla, a gyerek tehet róla, apuka tehet róla, tehát mi a magyarázata annak, hogy a gyerek nem megy kapcsolattartásra. Na most arról már beszélgettünk korábban, hogy roppant kérdéses, miszerint egyáltalán szabad-e ilyen ügyben szakértői bizonyítást folytatni. Jogilag szabad, tehát valóban erre lehetőséget ad a törvény, de ugye ott van az alaptörvény 28-as cikke, ami ugye elmondja azt, hogy a jogalkalmazás során miként kell eljárni. És hát többek között a gazdaságosságra is oda kell figyelni. Tehát, hogy ágyúval ne lövöldözünk verébre, tehát ott, ahol komoly százezerek tudnak pörögni egy-egy szakértői vizsgálatnál, azt gondoljuk végig, hogy mondjuk egy ilyen kérdés, hogy most akkor ezen és ezen a napon anyuka még nem tudta felkészíteni a gyereket, vajon megéri-e ezt a fajta költségbefektetést, mert ezt valakinek ki kell majd fizetni. És ugye erre mondtam azt, hogy az a probléma, hogy például a két szülő között olyan komoly konfliktus nincsen, de amikor majd az egyikre ezt az összeget ráterhelik, akkor lesz. Tehát ez az, amit végig kell gondolni egy bírósági titkárnak, hogy most ne mechanikus jogalkalmazás szintjére zuhanjak, hanem gondoljam végig, hogy milyen következményei lesznek annak, amit csinálok. No, erről már egyszer beszéltünk, térjünk vissza Németné Galló Anikóhoz. Hát kérem szépen, a teljes anyag, tehát amit egyáltalán egy szakértő ebben az ügyben elolvashat, ugye, az bagatell, minimális, kb. 40 oldal. De hát hozzáteszem, hogy ebből a 40 oldalból jelentős mennyiségben van olyasmi, hogy orvosi jelentés, korlap egyéb, ami ugye a szakértő számára semmit nem mond, mert ugye nem orvos, nem szakember. Tehát gyakorlatilag értékelhető információt nem jelent számára. De mondom, hogyha minden olyasmit elolvas, ami egyáltalán szóba jöhet, akkor az 40 oldalnyi. Mit tetszene gondolni, hány óra irattanulmányozást próbált elszámolni a csaló, Németné Galló Anikó ebben az esetben? Nem fogják elinni. Most visszafogta magát, hangsúlyozom a korábbihoz képest, csak, idézőben, csak 60 órát. Tehát írd és mond, 40 oldal, amit el lehet olvasni, erről 60 óra irattanulmányozást kívánt elszámolni. Tehát úgy nagyjából oldalanként másfél órát. Hát a szótagolva olvasom végig, akkor is ugye töredék részéig jutunk. Na most a probléma ott van, hogy ez az elszámolás viszont nem kevés pénzt jelent, hiszen ugye oldalanként 4000 forintról beszélünk, amire még rájön majd 35% áttalány is, tehát az elég sokra jön ki a végén. Ő mondjuk 4000-et tud belőle csinálni magának, de a feleknek ez még többe kerül. No kérem szépen, a pofátlan csalás most már a bíróságnak is feltűnt, és az nem utolsó sorban azt kell mondanom, hogy a mi érdemünk is, az Egyesület érdeme is az, hogy megtörtént az talán először, mert eddig nem tudunk róla, hogy valahol lett volna már ilyen, hogy az első fokon eljáró bíróság hivatalból megvizsgálta azt a díjegyzéket, amit Németné Galló Anikó ugye produkált, és megállapította, hogy hát nézze már bolondnak a kedves édesanyját, leszállították a 60 órás irattanulmányozását, írd és mond 10 órára, tehát a hatod részére. Ez azt jelenti, hogy már most az elsőfokú bíróság megállapítása szerint is 50 órát ugye jogalap nélkül próbált ugye elszámoltatni,
ami 4000 forinttal nézve 200000 forintot jelent, tehát messze menően kimeríti a csalás kísérletének bűncselekményét. Ugye? És nem mondva arról, hogy a károkozás az még nagyobb, mert ahhoz még hozzájön 35%. Tehát hangsúlyozom, hogyha elfogadjuk a 10 órát, mert egyébként mi azt sem fogadtuk el. Egyszerűen azért, mert 40 oldalról beszélünk. Most ha szépen lassan olvassa az ember, mondom, úgy, hogy mindent el is tudjon raktározni, akkor egy ilyen oldal az körülbelül 3 perc. És akkor mondom, akkor nagyon sokat számoltam. Az testvérek között is azt jelenti, hogy az a 40 oldal az legfeljebb 2 óra. Tehát nem 10. Tehát szép dolog az, hogy a 60-at levettük a hatod részére, de ez is kevés. Nem a hatod részére, hanem a 30-ad részére kellett volna levenni. Ugye testvérek között is, akárhogy nézem, maximum 2 óra, ami alatt 40 oldalt el lehet olvasni. Mert ugye azt lehet kifizetni, az egyszeri elolvasást. Többet nem. És akkor hozzáteszem, hogy egyébként meg a szakvéleményből jól látszik, hogy Németh Gallo Anikó egy oldal nem sok annyit nem olvasott el, tehát nem 2 órát, hanem kb. 20 percet áldozhatott rá, lehet annyit sem, most nincs előttem a kirendelő végzés, de egészen biztosak vagyunk benne, hogy a kirendelő végzésen kívül semmit nem olvasott el. Ugye azt muszáj, mert abban vannak a kérdések, és egyébként tegyük hozzá, hogy általában a szakértők, ugye hazudoznak össze-vissza, nem Németh Gallo Anikó az egyetlen, de általában az irattanulmányozással próbálnak egy kicsit manipulálni, viszont a valóságban azt kell mondjam, hogy majdnem mindegyik kizárólag a kirendelő végzést olvassa el. Teljesen mindegy, mekkora az anyag. Nem foglalkoznak azok azzal, hogy elkezdjek olvasgatni, és ennek az az oka, hogy eleve a kirendelő végzésben a bíróság ugye egy összefoglalást ad a szakértő számára, tehát a per adatainak lényegét, a szakértő számára valóban fontos információkat röviden összefoglalja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldalban. De úgy, hogy gyakorlatilag azok az ismeretek a szakértő szempontjából bőségesen elegendők ahhoz, hogy válaszolni tudjon majd egy vizsgálat eredményei alapján ugye a feltett kérdésekre. Tehát nem véletlen, hogy ezt össze kell foglalnia a bíróságnak a szakértő számára, és az sem véletlen, hogy a szakértők általában ezzel be is érik. Tehát nem tanulmányoznak ők különösebb iratokat, elolvassák a kirendelő végzést, abban ott van nekik ugye a képbejelzésre, hogy tulajdonképpen mi a tényállás, miről van szó, és ez általában bőven elég is. Viszont ugye a pénz esetében meg nem tudnak mással manipulálni. Hozzáteszem, ez ugye érdekes, hogy például éppen Agárdi Tamás, aki azért nem keveset csalt már, igaz egész más módon, elnézést, hiszen rendetlenkednek. Hát kérem szépen, pont Agárdi Tamásnál láttunk olyat, hogy egyébként egy meglehetősen nagy iratanyagnál becsülettel beírta, hogy irattanulmányozás 1 óra. Mert ugye egy megkezdett óra, annyi, hogy elolvasta a kirendelő végzést. Ő máshogy próbált trükközni, tehát ő a díjrendeletben nem szereplő tételeket próbált berakni, ugye, és azokból próbált gazdagodni, de az irattanulmányozásnál egyenesen megmondta, hogy én kérem, ennyit néztem, meg elolvastam, kész, egy megkezdett óra, azt annyi. És mondom, ez Agárdi Tamás írta le. És való igaz, hogy tényleg ezt szokták csinálni, nem néznek meg mást. Az más kérdés, hogy amióta rájöttek, hogy viszont nem lehet ezekkel a díjrendeletben nem szereplő tételekkel trükközni, és azok révén nem lehet gazdagodni, mert most már kiszúrják az emberek, vagy legalábbis az egyesületünk mindenképpen, és azért előbb-utóbb majd már az ügyvédek meg az ügyfelek is ugye pont a mi tájékoztató tevékenységünk következtében erre rá fognak látni. Ezért most egy módszert változtatnak, és most már nem az van, hogy elismerik, hogy irattanulmányozással szinte semmit nem foglalkoztak, és próbálkoznak másféle ilyen módra csinált ételekkel, hanem belátják azt, hogy valóban csak az irattanulmányozás az, amivel lehet úgymond valamilyen szinten manipulálni, és most átálltak erre. Hangsúlyozom, hogy egyébként ezt éppen mi mondtuk el. Tehát, hogy valóban itt két alaptétel van. Az egyik a fejenkénti vizsgálat, az fixen meg van határozva, hogy az 5000 forint per fő, beleértve a tesztvizsgálatokat, mindent, a teszteredményeket, a szakvélemény elkészítését, mindent, ez 5000, és ezen kívül irattanulmányozás óránként 4000. Vagyis valójában csak ez az utóbbi az, amivel tényleg lehet valamit ügyeskedni. És most mondjuk úgy, hogy hallgattak ránk, és ezzel kezdenek ügyeskedni az utóbbi időkben, de a tényleges helyzet az most is ugyanaz, ami eddig volt, hogy eszük ágában nincsen iratokat tanulmányozni azon túl, ami le van neki írva a kirendelő végzésben. No, a probléma is csak ott van, hogy ugye bizonyos szakértőkkel, mint például Gallóni Németh, vagy Németh még Gallo Anikó, egyszerűen elszálltak a lovak. Tehát többiek beszámolnak egy 10 órát mondjuk, és azt még úgy általában lenyeli a bíróság, főképp, hogyha nagyobb iratanyagról van szó, de
ugye Galóni azt mondta, hogy neki ez kevés. És ugye eljutott oda, hogy 20, aztán 30, aztán 40, és most már ott tart, hogy randomizált számokat ír be egy standardizált díjegyzékbe, aminek ugye az átlag értéke 100 óra. Van olyan 98, 102, 118, 85, de átlagosan 100 óraira tanulmányozás számol be, ami a testvérek között is 2000 oldalt jelentene. Hangsúlyozom, utána meg kiderül, hogy egy betű nem sok annyit nem tud az anyagból. Na most itt idézte elő ezzel a telhetetlenséggel azt, hogy most már mindenki besokalt, és hogy most megtörtént az, amire eddig még nem volt példa, hogy valóban hivatalból észrevette most már a bíróság első fokon, hogy ez így nem megy. Tehát ez egyszerűen irreális. Mert éppen ezt mondtuk, hogy sajnos a mi gyakorlatunk az volt, hogy csak akkor lehetett lépni, amikor a felek észrevették, hogy ez itt nem stimmel, és ugye fellebeztek. Az elsőfokú bíróságok automatikusan mennyi a díjegyzék, annyi jó van kiállítva, nem foglalkoznak vele. Most végre, talán éppen a tevékenységünknek is köszönhetően megtörtént az, hogy bizony már az elsőfokú bíróság is azt mondta, hogy na azért álljon már meg a meret. Hát ne nézzük hülyének egymást. 40 oldalas iratanyagra, 60 oldal irattanulmányozás. Úgyhogy szakvéleményben kiderül, hogy semmit nem tud az anyagból. No, hát kérem szépen, jelenleg itt tartunk, és hangsúlyozom, hogy egyébként mi ezt a 10 órást is megfelebeztük, azzal, hogy adjanak neki 2 órát. Az is sok, mert ténylegesen 10 percet töltött vele, vagy 20-at körülbelül, most mondom, nincs előttem, hogy mekkora volt a kirendelő végzés, de csak azt olvasta el, ez biztos. De legyünk nagyvonalúak, és mondjuk azt, hogy van 40 oldal iratanyag, tegyük fel, hogy elolvasta az egészet. 2 óra, ugye 3 perc per oldalra számolva, ezt tessék neki elszámolni. És persze, majd egy másik bíróság, hangsúlyozom, egy büntetőbíróság, az majd dönt arról, hogy ténylegesen mi az, ami jár Németné Galló Anikónak. Hát persze nem forintban, hanem ugye években mérve. Remélem, hogy ez azért belátható időn belül meg fog történni, és talán példaként fog szolgálni a többiek számára is, hogy most azért térjünk észre. Próbáljuk megérteni, hogy magánszakértés során szabadárasak vagyunk. Azt kérünk, amit akarunk. De a kirendelésnél egyszerűen tudomásul kell venni, hogy mit mond a díjrendelet. És annyit lehet kapni. Az kevés, én ezt nem vitatom. De benne van a munkakörben az, hogy bizony adott esetben kirendelés során kisebb összegekkel is el kell járni. Ugyanúgy, mint az ügyvédek esetében, akiknél szintén benne van az, hogy bizony ki is lehet őket rendelni, és akkor a díj az jóval alacsonyabb, mint amennyit általában kérni szoktak, annak töredéke. De ez is benne van a munkakörükben. Tisztelt barátaim! A folytatásról természetesen beszámolok majd önöknek. Éppen most kaptam egy üzenetet Facebook Messengeren, miszerint találtak egy újabb Németné Galló Anikóféle nagyszerű díjegyzéket, valami 600 ezer forintos díjegyzéket, amiben ugye szintén ilyen 100 óra körüli vagy 100 óra feletti írott tanulmányozás szerepel, és az összes oldal összességében elolvasva, egyszeri elolvasással 3 perc per oldallal számolva, maximum 5 órát igényelhetett volna. Tehát ott már ilyen 20-25-szörös túlszámlázás van. Hát nyilván ezt is továbbítani fogjuk a rendőrségnek. Ez még nincs a kezembe, itt csak mondom, üzenetben kaptam, hogy most előkerült egy újabb. Hát valószínűleg sok lesz ennek a vége, de én bízom benne, mondom, hogy Németné Galló Anikó jussát, hogy úgy mondjam, azt majd egy büntetőbíróság valóban megfelelően fogja megállapítani. Ismétlem, zárszóul, hogy nem forintban, hanem letöltendő években. Tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim, kedves látogatóim, köszönöm, hogy meghallgattak, és hangsúlyozom, amennyiben van önök között olyan, vagy tud olyan valakiről, aki hasonlóan áldozata lett egyfajta ilyen szakértői mutyinak, különösen, hogyha mondjuk éppen Németné Galló Anikóról van szó, akkor az jelentkezzen. Tehát várjuk a további idézőjelben fogalmazunk, úgyhogy áldozatok jelentkezését. Köszönöm, hogy meghallgattak.